Üdvözlök minden kedves nézőt, aki ezen korai órán is velünk tart. Még negyedik mérkőzésünket kezdjük már. Gondoljátok, mi mikor keltünk, mennyire vagyunk fáradtak, de itt vagyunk energiával feltöltve, hogy a Supermassive, valamint a Flash Wolves mérkőzését lekommentáljuk nektek Ájovin kollégámmal. Szervusztok, üdvözlünk mindenkit. Hát papírforma szerint ez megint egy gyors mérkőzés kellene, hogy legyen. Az RNG 22-3 perc alatt talán, ha minden igaz, leiskolázta a török csapatot. Flash Wolves pedig az eddigi teljesítménye alapján valami hasonlót kellene, hogy produkáljon, de persze meglepetések azért vannak. Ugye tétje a Supermassive-nak igazából már nagyon nincsen, a Flash Wolves-nak viszont annál inkább, úgyhogy nekik mindenképpen egy győzelmet kéne elhozni ebből a mérkőzésből. Hát meglátjuk majd, hogy ezt mennyire sikerül összehozni. Ugye, hogyha megnézzük a két csapatot, hát azt hiszem, hogy minden ösvényen talán elmondhatjuk azt, hogy a Flash Wolves áll előnyben, hogyha a játékosokat összehasonlítjuk, de azért tudnak néha meglepetést okozni a törökök. Az első meccsen is egy korai agresszióra építő csapat kompozícióval próbálkoztak ugye a Royal ellen, ez nem igazán jött össze, és hogyha ott nem jött össze, hát a Flash Wolves ellen lehet, hogy még annyira se fog, mert ők viszont ugye híresek arról, hogy a meccs első szakaszát nagyon meg tudják nyomni. És egyébként, ha már törököknél tartunk, Narunak volt egy nyilatkozatemben, azt mondta, hogy hát a verseny előtt úgy gondolt, hogy SKT első hely, Royal Navigator második, G2 harmadik, és valaki még talán odaférhet a negyedik helyre, és reménykedtek benne, hogy azok ők lesznek. Hát az erőviszonyok egy kicsit másképpen alakultak. A Royal Navigator első, az SKT örül, hogyha nem a Royal Navigator-pal kell majd az elődöntőben meccselnie, a G2 pedig sehol sincsen, de az biztos, hogy a Supermassive hatalmas meglepetést okozott már azzal, hogy tudott egy győzelmet szerezni ezen a tornán, az pedig pláne hatalmas bravúr lenne, hogyha egy másodikat is bezsebelnének, és az SKT-mal már hajtanák a vizet. Hát meglátjuk majd hamarosan, hogy ez sikerül-e. A lehetőség statisztikailag megvan, de hát hogyha reálisak akarunk maradni, azért egyértelműen egy Flash Wolves győzelmet várunk ettől a mérkőzéstől. Tényleg minden lehetőségük megvan rá. Igazából a korai agressziót nagyon jól ki tudják használni, és ez pont egy ilyen, hogy is mondjam, kevésbé tapasztalt csapat ellen, aki talán egy picit félénken, vagy így tapogatózva érkezik egy ilyen nemzetközi tornára, könnyedén megbosszulhatja magát. Hát láttunk már a mai napon is, ugye, ha minden igaz, ugye pont a dzsungelesét sikerült elkapni a Supermassive-nak már az első percben, és utána még egy második gyilkosságot is adományoztak a felső ösvényen Bushnak, aki twitchezett. Ugyanerre meg lehet megint a lehetőség a Flash Wolves-tól, hogyha egy 4-5 emberes érkezéssel megint pozíción kívül tudják elkapni majd ugye a dzsungelest, azaz Storm Aged-et. A felső ösvényen pedig megint csak Tal'Drin lesz, nem Fabulous, az utolsó mérkőzésen így fisztiltás nem várható, de kezdjük is el a tiltási és választási fázist. Alistar, illetve Ryze rögtön a török csapattól érkezik, mint tiltás, Dumbledore ellen pedig egy Bard tiltás. Érdekes, a Maokai kérdés, hogy bent marad-e. Most már biztos, hogy Nidalee nem, hiszen tiltólistára került akárcsak Twisted Fate, Naruval szemben a középső ösvény, a mobilitását már most szeretném meglőni a taiwani csapat a töröknek. Az utolsó tiltás pedig Kindred, csak Graves marad bent, ezt kellene elhoznia. Elvileg a Supermassive csapatának viszont akkor Maokait elhozhatja MMD, Echo érkezhet majd talán vele szembe, de Maokai ezért egy hatalmas erőfölény. Viszont ha ezt hozza el Tal'Drin, de ennek már nincs is értelme, hiszen Graves hozza el azt a dzsungelest, aki bent maradt. Viszont ahogy jósoltad is, a Maokai már egyből érkezhet a Flash Wolves oldalára. Tetszik, hogy ezt inkább priorizálják, mint az Echo-t, hiszen ebből a fából egy elpusztíthatatlan tank lesz majd a meccs későbbi szakaszára. Maple pedig, ugye azért tiltás nincsen, de egyelőre LeBlancon gondolkozik. Ryze ugye ki lett vágva a buliból, így mondhatni ez a két karakter maradt nagyjából a középső ösvényre, bár láttunk már a mai nap folyamán egy karmát, és azért LeBlanc burstje ellen sem feltétlenül lenne rossz egy ilyen választás. Kérdés az az, hogy Naru mire teszi majd le a voksát, az azért valószínűbb választás lehet, a LeBlanc pedig már belokkolva, így ez biztosan érkezik. Még a Maokáján gondolkozik picit a Flash Wolves, hogy esetleg elcseréljék-e ezt egy Echo-ra, vagy netán talán egy Poppy-ra, de marad a fa. Így a tankosság meg lesz a Flash Wolves oldalán, és ahogy azt várhattuk, Naru a középső ösvényen az Azir-ral érkezik, Sword Art-tól pedig nem csak az Alistar, de jelen állás szerint úgy tűnik, hogy még a Braum-ot is meg fogják tagadni, vagy mégsem,
Inkább az Echo az, amire ráteszi a voksát a Supermassive. Rettentő unalmas, hogy minden egyes mérkőzésen ugye azok a karakterek, mind a tiltólistán, mind pedig mérkőzés közben. Jó, nem most már végre valami változatosság, de valószínűleg most is azok maradnak, amik eddig Kindred és Nidalee tiltólistán való kibérelt helye miatt Graves ellenfele minden valószínűség szerint majd Lee Sin lesz. Alice még elérhető ugyan, akit láttunk már kétszer az MSI keretein belül, de kétszer. Azon kívül ez a, ez a három másfélszer inkább dzsungeles az, aki elő fordul, és valóban Lee Sin és Braum szorlát kezébe. Így van, így már csak a lövész Hoppa. Maradt a Flash Wars oldalán, és egy vén köszönöm választás. Köszönöm szépen! A Supermassive remélem megnyeri a mérkőzést, mert akkor is, hogyha Flash Wars szurkoló vagyok. Hát a játék késői szakaszára vén azért eléggé félelmetes tud lenni, főleg egy Johnnával az oldalán, a plusz pajzs, illetve az ITV-nek köszönhetően talán megfelelő védelmet tudnak majd biztosítani neki, ami viszont problémát jelenthet az az, hogy ugye az ő hatótávolsága azért igencsak alacsony, és egy Alice támogatót megfigyelhetünk az alsó, és milyen volt már rá példa, igaz nem itt az MSI-on, de végül Dumbledore talán egy Namit hozna el, az megint csak egy új karakterválasztás lett, és ugye ne felejtsük el továbbra is, a törököknek ez a mérkőzés teljesen tét nélkül, tehát ténylegesen azt hoznak el, amit csak akarnak, amivel a legjobban érzik magukat az idézők szurdokában, még hogyha a teljesítmény nem is lesz feltétlenül a legmagasabb, azzal játszanak, amivel csak szeretnének, végül a Janna marad, így az ITV egyértelműen meg lesz, valamint a védelem vén számára, és hát ugye egy lövész az, ami még hibázik Eneltől. Az Ezreal továbbra sincsen tiltva, így ezt akár nyugodt szívvel el is hozhatná, egyértelműen jól tudott eddig teljesíteni Enel ezzel a karakterrel, valamint a végzetes hullám kihasználása, úgy érzem, hogy első osztályú az ő részéről. A Varus választáson azért meg lennék egy picit lepődve, bár ugye a romlás láncai együtt a Braum kezdeményezéssel, illetve a Gletscher szakadékkal egybekötve egy elég jó CC vonatot tud eredményezni, és ebből könnyedén lehet helyzeteket kialakítani, főleg úgy, hogy Lee Sin még valakinek egy mesés-besést is kioszthat, és onnantól kezdve aztán tényleg nincsen menekülés, és akkor még Maokairól nem is beszéltünk. Illetve ugye az átütő nyilveszők nagyon jó piszkálódást nyújthatnak majd az ösvényen Vayne-nel szemben, akit így talán kordában lehet majd tartani, de végül Tristanára vált Enel, érkezhet majd a düpengés kis Jordal az alsó ösvényre. Na, akkor nyerhet a Flash Wars, és ők is eltértek a megszokott lövészektől, hozzák a Tristanát. Azért a lövész pozícióba jöttek az érdekesebb választások, a többi az az unalmas, amit eddig is láthattunk. Viszont kérdés az, hogy elér-e a játék késői szakaszáig a török csapat, hiszen Azir 35. perc után teljesedik igazán csapatharcokra. Echo, amint megvan a tankosság, a két tárgy szükséges, meg a cipő. Vayne megint játék késői szakasz, még akkor is, hogyha a támogatója Janna. És Graves mondjuk végig király, de amúgy, hogyha a játék késői szakaszáig eljut, a Supermassive van esélye, ettől függetlenül, ha 35 percen belül végez a Flash Wars, akkor megnyeri a mérkőzést. Hát így van. Illetve azért Tristanet is ki kell emelni, aki Vaynehez hasonlóan, bár más stílust ugye képvisel, ugyanúgy szerintem belefér a hypercarry kategóriába, hiszen a sebzés az belőle kiáradni, szóval a belőle kiáradó sebzés az bődületes, viszont ami miatt tetszik nekem egy picit ez a Vayne választás, az pont a Maokai, hiszen Maokai egyrészt a passzívját egy ilyen alaptámadásokra építő karakterrel szemben egyrészt kevésbé tudja majd kihasználni, másrészt a tényleges sebzés, ugye lehetsz akármilyen tankos, bármennyi páncélzatod vagy mágikus ellenállásod is van, azon át fog majd ütni, és talán ezzel megfoghatják ezt a fát, feltéve, ha megfelelő módon távol tudják tartani Vayne-től, és ez lesz igazán a nagy kérdés. Minden esetre betöltöttünk az idézők szurdokába, kék oldalon a Supermassive, piros oldalon a Flash Wolf, kezdődjön a mérkőzés! Érdekes leszek, hogy az új Phantom táncos, a megerősített Phantom táncos fogja majd érkezni Vayne kezébe, mostanában azért már ez az a tárgy, amit például Graves is a dzsungelbe előszeretettel megvásárol magának, és mindenképpen egy ilyen támadás sebességre építő karakternél egy nagyon jó választás lehet. Tristana valószínűleg egy gyors tüzelő ágyút választja majd magának, hiszen a torony rombolás egyébként is elérhető nála a képességből, itt pedig jó a talált a harapós paggyal, és csúszás nem volt a legtökéletesebb a csúszás, viszont pont lejön a passzív jelző, Dumbledore pedig villan
Azért, hogy egy idézői képessége a kukában legyen, mert túl sok a kettő nem bírja el. Hát igen, a pajzs egyébként nem volt rossz, de véleményem szerint Acsu anélkül is túlélte volna ezt az összecsapást. Minden esetre megpróbál még azért idejekorán hazatérni, 1 perc 10 másodpercnél ezt még megengedheti magának, és még vissza is tud térni az ösmére a minionok érkezése előtt. Itt viszont ösvénycserének most már szinte biztos, hogy nem leszünk szemtanúi. Stomaged a Grompon fog majd kezdeni Tadrin segítségével. A kulcsmesterségeket elnézve pedig úgy érzem, hogy nagy meglepetésben igazából nincsen részünk. Mondhatni a megszokottakat láthatjuk mindenhol. Karsza pedig a farkasain fog kezdeni. Kérdés, hogy utána hova megy majd tovább, hogy megpróbálja elvinni a kéket, vagy inkább elindul észak fele a Vörösszeder hát erősítéséhez, és egy korai hármas szint meglépéssel megpróbál majd akár a felső ösvényen rajtaütni. Amit pedig az előbb mondtam, hogy nincs ösvénycsere, az badarság, hiszen Tristan a mára felső ösvényen teljesen egyedül. Sordar pedig Tadrin, illetve Stomaged életét szeretné megkeseríteni, mondhatni sikeresen, a farkasokat meg tudja itt tagadni tőlük egyelőre. A lényeg inkább az, hogy a kék erősítés megvan, hiszen ezt szeretné majd Kársa elhozni mindenképpen, így a torony rombolás meg is történik nagyon korán, hiszen ez érkezés ott van Maokai, valamint Sordat részéről már a felső ösvényre három emberrel lehet érkezni, és azzal, hogy bedönti a tornyot, természetesen fel lehet erősíteni a játék korai szakaszát, az ösvényfázist eltüntetni. Stomage is azonnal ellopja az ellenfél kék erősítését, de az éjfarkas sújtás miatt erre rálátása volt a Flash Wolfsnak. Van viszont a három emberes torony alá érkezés, akkor pontosabban korai toronydöntés, úgy érzem, egyik csapat számára sem feltétlenül jelent hatalmas meglepetést. Minden esetre picit, mintha lépés előnyben lenne a Flash Wolf, bár ennél nagyon sok minion sebzés tankol be, az életerén mondhatni majdnem nulla, de mivel nincs senki a közelbe, aki ezt büntethetni, sőt, mi több Lee Sin ugye a dzsungelben van fedezni az esetleges onnan való érkezést, így a toronydöntés igazából zavartalanul történhet, és a jelek szerint úgy néz ki, hogy ezt a bónusz aranyat MMD fogja egyes egyedül megkapni, ahogy azt már megszokhattuk. Rögtön hoz egy tornyot a Flash Wolves a 4. percben, erre fog majd válaszolni hamarosan a Supermassive. A minion hullám, ha minden igaz, egy picit megfogyatkozott. Tadrin azért be tudja majd fejezni ezt a tornyot, és így a korai torony csere igazából megvalósul. Már több minion tudott véleményem szerint a Flash Wolves megtagadni a Supermassive-tól. De függetlenül Tadrin is az utolsó pillanatig vár. Rengeteg farmal nyilván nem rendelkeznek ilyen szituációban a felső ösvényesek. Középen pedig egyelőre Naru az, aki jobban áll a cserék terén, legalábbis Maple életére erre ad következtetést. Mind a két lövész megvásárolta az aratást, gyűjteni azonban még nem kezdték a jelzőket, hiszen nem értek ki az ösvényre. Mind a két dzsungeles talizmánnal kezdte meg pályafutását, ami egy Lee Sinnél talán érdekesebb, hiszen ő azért az alaptámadásaival próbál leginkább valamit kezdeni, és a talizmán mégis azt teszi lehetővé, hogy a manája növekedjen a dzsungelben, ami nincsen, hiszen energiával táplálkozik, azt használja föl, úgyhogy ez egy egészen érdekes tárgyválasztás volt Lee Sin-től, de működött, hiszen farmban egyelőre jobban áll, pedig már volt otthon. Így van, Maple tudja közben nagyon szépen zónázni Naru a katonákkal, de ez igazából várható is volt. A Flash Wolves pedig egy újabb tornyot szeretne dönteni, ezúttal már csak két emberrel, Maokai érkezik szép lassan az alsó ösvényen, de ugyanezt teszi a Supermassive, és most jelenleg ők vannak lépés előnyben három emberrel a felső ösvényen, lánc talál. Hoho, és megérkezik Kassa is, Naru lehet bajban, az égetés rajta van, de csak a Mirror, a kis tükör darabka, az, ami sétál, az passzívja LeBlancnak, gyilkosság itt nem lesz. Az égetését viszont ugye Maple elhasználta, így egy idézői képesség mínusz, erre válaszolt Naru a saját pajzsával, a torony döntés pedig megvalósul. Az alsó ösvényen Narura indul meg. Hoppá, hangulám, de talán itt gyilkosságot hozni nem lehet még akkor sem, hogyha Stone is visszatért a középső ösvényre, a felső ösvényen pedig Tadrin mehet előre. Így van, 2-2 a tornyok állása, fej-fej mellett halad a két csapat, de sárkányra fordul már is. A Flash Wolves erre fog válaszolni majd a Supermassive egy hírnökkel a felső ösvény környékén. Ezen objektívákat nagyon gyakran cserélgetik a csapatok a játék ezen szakaszában, főleg, hogyha korai toronydöntésekről is beszélhetünk. Ugye a bónusz 6% sebzést megkapja a Flash Wolves, bár ezt kevésbé tudja
a játék ezen szakaszában még ugye kihasználni tárgyak hiányában. Egy kis bónusz arany azért a Supermassive-nak jár, illetve Storm Age megkapja a hírnök erősítését, így mind sebzést, mind pedig mozgássebességet tudhat majd magáénak. Naru pedig, hát lévén, hogy LeBlanc-kal néz szemben a középső ösvényen, mélységjogarral fog kezdeni, nem a megszokott Nashor fogával, hiszen szüksége van arra a plusz mágikus ellenállásra. Mi pedig az őrszem játékot illeti, hát eléggé szegényes egyelőre, ha megnézzük. Flash Wolves oldalán 5 őrszem talizmán van, és ebből egyik sincs még kihasználva. Maple-től a csere viszont Narúra nagyon szép. Azért, hogy az ösvényen hatalmas dominanciája legyen Maple-nek, és elmásson a szélső ösvényekre is akár segíteni egy-egy rajtaütéssel, egy második darángyűrűjét is megvásárolt magának cipő helyett, ő azért elég mobilis, erre túl sok szüksége nincsen. Ezzel a kis bónusz sebzéssel, valamint tankossággal viszont az ösvényen megalapozta az előnyét, viszont ha ezt nem váltja gyilkosságokra, akkor könnyen fölöslegesen elköltött pénzé válhat. Hogy mondod, az alsó ösvényen pedig acsú tud egyelőre zavartalanul haladni, sőt, mi több egy 10-es farm előre is szertett. Ez azt jelenti, hogy akár még az aratását is korábban be tudja fejezni, bár annak ellenére, hogy a farm előnye megvan, mégis fejfej mellett halad nagyjából a két aratás, 5-6 millió különbség jelenleg acsú javára, de 4 emberrel érkeznek az alsó ösvényen toronyra, és itt van a Szurdok hírnökének erősítése is, erre szeretne válaszolni a Flash Wolves több-kevesebb sikerrel. Torony nem sok sebzést szenved el, azért NL azzal a Tristanával és a tölleti sebzéssel viszonylag könnyedén tudja takarítani minionokat, még akkor is, hogyha fel vannak erősítve. Ebből torony döntés valószínűleg nem lesz, de egy pici életerőt azért le lehet szedni abból az építményből. Kárszárnak is területi sebzése van, Szordár pedig a harapós fagyokkal próbál egy kicsit oda-oda szúrni a Supermassive játékosoknak. Maple gyorsan tudja takarítani a középső ösvényt és haza tudta küldeni azért is. Rövid időn belül egyébként most ő is bevásárolt egy újabb daránygyűrűjét a cipő helyett. Ő is elég mobilis, a cipőre túl sok szüksége nincsen. Ezzel a másik daránygyűrűvel pedig ugyanúgy lemarad, mint Maple, viszont így meg tudja alapozni azt, hogy Maple ne indulhasson meg annyira. Igen, a plusz életerő azért nem rossz, hogyha van egy ilyen bursty karakter ellen. És hogyha már kiemeltük a két dzsungelest nem is olyan régen, egy csatározók sújtása lesz majd Karszán. Mindenképpen szeretne készülni Vaynnek a sebzésére többek közt, illetve azért Naruét is tiszteletben kell tartani. Itt szinte borítékolható majd, hogy a harcos kiegészítés után egy látókő kelleni fog Karszának a Lee Sinnyire, hogy tudjan biztosítani magának a megfelelő mobilitást. A másik oldalon pedig Storm Age the nyomkeresők törét vette meg. Nyilván az ő buildjében nem igazán fér bele egy látókő, így ő ezzel tudja a plusz őrszemek számát biztosítani a térképen. Újra tölthető ital egyébként Maple-ön is, nem csak a dzsungelesén, így ezzel talán tovább tud kinmaradni az ösvény, és ugye két Doran gyűrűjének köszönhetően a mana problémái is valamelyest mérséklődnek. A vörös szederhát lopás pedig egyelőre sikertelennek tűnik, sújtása viszont van Karszának, így ezzel is tudja hozni. Igen, hát igazából a Soldermen belesegített egy kicsit, hogy srácok, látom, nem haladtok túl jól. Szóval Karszán honnan a francból tudta, hogy ott fog jönni a sohanos, úgyhogy ötletem nincsen, ellátásuk nem volt. Viszont hát az már jó messze, az kiszámolta. Igen, a mozgás sebesség pontosan 237, akkor 3,6 másodperc alatt fogod, de jó, most mehet a hanghullám. A lényeg az, hogy betalált, rá tudott ugrani, el tudta hozni, ugye a sárkány előtti területen nekik elérhető a mozgás sebesség bónusz, a rálátás most kevéssé számít, hiszen a sárkány darabig még nem fog élni. És amit már most tapasztalunk egyébként a két lövész között, ugye az a minion takarítási képesség különbsége, hát amivel Acsu nem igazán rendelkezik, főleg, hogyha Tristanához hasonlítjuk. Maple indul meg közben Narura. Egyelőre jól cserél, ő az, aki pozitívan jön ki ebből. Mind a két középső ösvényes rendelkezik most már a kék erősítéssel. A tárgyválasztás pedig a lövészeknél teljes mértékben különböző lesz, hiszen Tristana sokkal inkább standard tárgyválasztással él majd, ami a lövészeket illeti. Ezzel szemben egy Vaynnek azért különleges tárgyakra kell koncentrálnia, mint például a letaszított királykardja, vagy akár a Phantom Táncos statik töltőpeg, attól függően, hogy mit választ majd magának, tehát neki minél gyorsabban, minél több támadási sebességet kell szerezni, ezzel szemben Tristanának minél több sebzést. Igen, egyébként Tristanával szemben a gyors tüzelő ágyú nem lenne egy rossz tárgyválasztás, legalább a kezdeti
alaptámadásra egy kis bónusz hatótávot tud kapni Vayne, hogy fel tudja venni a versenyt Tristanával, aki ugye minden egyes szint növekedés után egyre messzebbről tud majd lövöldözni. Ez a játék késői szakaszában még azért elég nagy problémákat jelentett Aldrin. Ó, nagyon szép a sárkány rúgás, és utána megy vissza a végső képességével Aldrin, de hova? A kábításra a villanás jó, és meg lehet szerezni az első gyilkosságot. NL számlájára íródik ez, a Flash Wolves pedig így, hát egy minimális arany előnyt alakít ki. Igen, ugye az villanását kellett áldoznia ezért NL-nek, de ugyanezt megtette Aldrin is. Viszont miközben ugye gyilkosságot hoz a Flash Wolves a felső ösvényen, az alsón a Supermassive egy kettes szintű tornyot tud bedönteni, így megszerzik a torony előnyt, és ezáltal az arany előnyt is. Na, de erre válaszol a Flash Wolves, és Tristana bizony nagyon-nagyon gyorsan tudja dönteni a tornyokat. Így is van, ez el is fogy. 3-3 így már a tornyok állása, a sárkány pedig él, és erre egyelőre jobb pozíciója van a Supermassive-nak, sőt rálátás is van a környéken. Hát a Flash Wolves erről le fog mondani, na érkezik is a visszajátszás. Ugye a rugás az egészen jó, viszont a hanghullámot talán hát kicsit későn használja ki Lee Sin. Ugye köszönhetően az időtörésnek nem volt esélye ráugrani, viszont a pusztító csapásoknak köszönhetően a kábítás megvan, és a rakétaugrással NL könnyedén le tudta már vadászni a villanás nélküli Aldrint. Így a gyilkosság mondhatni borítékolva volt. Farman egy picit le van maradva Hachuval szemben, az az egy gyilkosság bőven kompenzál érte, sőt, hamarosan elkészül majd az aratása, ami megint csak bónusz aranyat fog jelenteni a kis Yordle-nek. És elhozta ugyan a sárkányt a Supermassive csapat, erre válaszolni tudott egy szurdok hírnökével a taiwani Flash Wolves, a középső ösvényes rajtaütésre pedig Karsza áll készen, de minion takarításba csak egy kicsit besegít, jól helyezkedett Naru mindenképpen. Egyértelmű, hogy a gyilkosság előny jelenleg a Flash Wolves-nál, viszont annyira nagy különbség a két csapat között jelenleg nincsen. Ez mindenképpen a Supermassive-nak azért jó jel, hogy a meccs első szakaszában nem maradtak le már annyira, hogy ez számottevő lenne. Minden esetre Narunak azért óvatosan kell mászkálni ezen a középső ösvényen. Ugye végső képességgel is, mélységigarral is rendelkezik Maple, és itt van még Karsza is. Ó, azt hiszem, hogy Naru berugott egy kicsit, vagy legalábbis Karsza őt rásegített. A gyilkosság azonban nincs meg. A császári falanc miatt beugrani nem lehetett, de megérkezett azóta már MMD a gyilkosságra. Karsza pedig menekül, Storm és Villanszordát segít, és bejön a buliba MMD három ember közé. Lehet, hogy ez egy kisebb túlvállás, de Tadrinra már érkezik Maple ugyanúgy. Ugye a romláslánca végig megy, és Tadrinbe is lehet fejezni. LeBlanc tudja megszerezni a gyilkosságot, összességében pedig így 3-0-ás a csele. Nagyon szépen kivárt egyébként a LeBlanc, hogy Echo elhasználja az időtörését, és csak utána robbantotta fel rajta a pecsétet. A robbanékony lövedék pedig Stormage-től érkezett, de csak kizárólag a harcos kiegészítővel együtt ez még kevés sebzést jelentett. Sőt, mi több, a három gyilkosság után még egy tornyot is könnyedén el tudnak hozni, többek közt a szurdok hírnökének erősítésével, másrészt pedig ugye a Tristana választással, hiszen azok a rakéták, vagy pontosabban bombák iszonyatosat tépnek a tornyokról. Így hát enyhe lépéselőnyben van jelenleg a Flash Wolves, ezen szeretne javítani Acsú, de Maple-lel nem biztos, hogy szembe szeretnél menni egy Vayne-nel. Érkezik is közben a visszajátszás, ugye nagyon szép az rugás Karszától, és ugye ott van a hanghullám, de a fal miatt nem igazán tud bemenni rá Karsza. Naru nagyon szépen körbetáncolja a saját császári falangszát, Maple pedig ugye a klónjával próbál baitelni, Karszának villannia kell, ugyanezt megteszi Stormage is, de nem tudják lekövetni a gyilkosságot, és időközben ugye MMD megérkezik, Maple-nek pedig szép a lánca, így őt le lehet ki lehet zónázni, és így gyönyörű szépen kivárja az időtörést, és csak utána robbantja fel a pecsétet, ezzel biztosítva a megfelelő mennyiségű sebzést, és lévén, hogy Taldrinnak semmi mágikus ellenállása nem volt, így LeBlanc viszonylag könnyedén be tudta fejezni ezt a gyilkosságot. Szép volt a csapatszintű mozgás a Flash Wolves-tól, reagálni tudtak a helyzetre, ez pedig nem talál, de a mesteri varázslatból származó gömb már önmagában rengeteget sebez. Hát még ha azt felrobbantják, hiszen ez a lényege, Kárszának kell elhátrálnia, nem tudja kiszedni a mindent látó őrszemet egészen eddig, Maple megérkezett segítséggyanánt. 2-0-ás a Tristana, és megvásárolta a határtalan pengéje mellé már a serényt is,
Bár ő a dühöngő csizmáját nem fejezte be, miközben Naru a saját tornya alatt sincs biztonságban. Mondhatni az, hogy előnyben van Vayne-el szemben, de egy az egyenis szituációkban mindenképpen erősebb lesz majd a Supermassive lövésze. Így van, legalábbis papírforma szerint mindenképpen, főleg, hogyha jól tudja kihasználni a csúszását. A két lopás pedig megvalósul Karszának köszönhetően, így ezt meg tudják tagadni Narutól, sőt, mint ebben a felső ösvényen lassan már az inhibitort védő tornyot is lehet akár veszélyeztetni, de inkább a középső ösvényre rotálnak, ahol hát egészen egyedül csak Naru volt eddig a pillanatig. Storm és közben megérkezett, de lehet, hogy ez már késő, négy emberrel a Flash Wolves ezt a tornyot könnyedén el tudja hozni. A pajzs pedig levédi a sebzés nagy részét Sword Artnak hála. Így egy újabb tornyot tud elhozni a Flash Wolves, 5-3, és most már az az 5000 aranyos különbség a 17. percben igenis számottevő. Teleporttal szeretne menekülni közben MMD, erre minden lehetőségem meg is volt, és a saját bázisaig hazateleportált, onnan pedig még egyszer hazateleportál, mert miért ne? A teleportnak egy egészen jó kihasználását láthattuk az előbb, életben maradt tehát. És ha megnézzük a farm különbséget, ami egy nagyjából 20-assal rúg, akkor azt mondhatjuk, hogy MMD jól teljesít a mérkőzésen. És ugye ez még hozzáadódik, az az egy gyilkosság és támogatás is, amivel rendelkezik, ezzel szemben az Echo, bár a fekete pecsét ott van rajta, hát erre jelzőt nem nagyon tudott még gyűjteni, hiszen mindösszesen két halállal rendelkezik, a Szurdok hírnökét pedig a Flash Wolves fogja eltulajdonítani, sőt, mi több, mivel ugye ez még jóval a sárkány éledése előtt történik, akár a sárkányra is igényt tarthatnak, viszont Karsza helyett most ezúttal Maple az, aki megkapja ezt az erősítést, ezzel is a bóklászási képességét egy picit feljavítva, hiszen gyorsabban mozog a térképen, valamint egy kis plusz sebzést is nyújt, Narunak meg már nincs tornya középen, se ilyen, se olyan, kétszer is meggondolnám a helyébe, hogy ki merre kell menni. Maple-nél talán inkább fontosabb, hogy azért van rajta ez a Szurdok hírnöke, az utolsó külső torony a középső ösvényen érhető el, ami az ő hadszíntere mind az alsó, mind pedig a felső ösvényen mind a két külső torony bedölt már, egyetlen külső torony áll már csak a 19. percben a Supermassive oldalán, a sárkány pedig ahogy éled, úgy tűnik majd el. A Flash Wolves csapata remekül mozdul ki erre, és a Szurdok hírnöke utána, mely a második volt számukra és harmadik a mérkőzésen, szintén a sárkányra is kifordulna, ami hát számukra a második, a mérkőzésen pedig a harmadik. Braum szépen fogja le a sebzést, Narura pedig megy előre, Maple átcsúszik a császári falangszon, a pajzs még ott van, sebeznek bőven a katonák, de ez is kevésnek bizonyul, egy gyilkosság is párosul még a sárkány mellé. MMD gyönyörű szépen köti le azt az azért egy villanás után, ezzel nem csak a gyilkosságot bebiztosítva, hanem Maple életét is megmentve. Sőt, mi több Karsza nagyon elgondolkozott azon, hogy bemenjen-e arra a kúra, ha már betalált, azért három ember közé ez egy picit vakmerő lett volna. Minden esetre a csatározók sújtásának köszönhetően valóban ott van már a látókő Karszán, így a mobilitását hát eléggé effektív módon tudja biztosítani majd magának. És hát Enel, ahogy azt már megszoktuk tőle, az alsó és minden folyamatosan tolja a minion hullámokat. Egy jó 15-ös farm előnye van eddig, a pillanatig acsú. Ezeket azonban könnyedén le tudja majd takarítani, és a letaszított királykardjás buildet láthatjuk majd Vayne-en, nem a gyors tüzelő ágyú, vagy esetleg fantomtáncos, és aztán határtalan penge. Valószínűleg azért nem jön rosszul majd az az életlopás, amit ebből a tárgyból nyer, mert amúgy nagyon könnyedén el tudja őt takarítani Enel ezzel a buildel. Az alsó ösvényen Enel még nyugodtan maradhat, hiszen még csak a dzsungelben tart egyelőre a Supermassive párosa, Stomage és Ashu által, és most csatlakozik még Dumbledore. Sword Art, hogyha ezt el tudná lopni, az hatalmas meglepetés lenne. Nem úgy az, hogy Enel lopja el, ráadásul a végső képességét sem volt rest ezért beáldozni. Ez arany, tapasztalati pont, valamint még egy erősítés megvonása is. A hanghullám nem talál, Dumbledore még életben marad. Hát igen, szép elképzelés volt minden esetre ez a Supermassive-tól, de Trisszának keresztbe húzta a számításait nagyon könnyedén, így hazamehet megint csak vásárolni, és továbbra sem fejezte be egyébként még a csizmáját, vagy legalábbis nem fejlesztette tovább, a töltőpengem viszont már elkészült rajta, és most már befejezte a cipőjét, így megfelelő támadási sebessége egyértelműen lesz, sőt, mi több ugye ezt a Q képességével is ki tudja egészíteni, és nagyon úgy tűnik, hogy Supermassive nem igazán talál fogást egyelőre a Flash Wolves-on, sőt, mi több, még ezt is elsújtja Karsza Stormage-delől, ha minden igaz.
Maple közben ugrik be, micsoda sebzés, a pajzsot Dumbledore-tól kapja meg Naru, nem pedig idézői képességből, hiszen ez nem elérhető számára. A hanghullám bár betalált, bemenni nem lehetett. Naru egy teljes kombóból majdnem otthagyta a fogát, pedig van mágikus ellenállása. És hogyha jól nézem azt a pusztító pálcát, lehetséges, hogy a következő tárgya Maple-nek nem más lesz, mint az ürességbotja, és akkor viszont egy ilyen kombóban Naru szinte biztosan meghal, ha csak nincsen pajzs képessége. Mert hát oké, hogy ott van rajta az a mélységi jogard, de az azáltal nyújtott mágikus ellenállás azért nem fog megmenteni véleményem szerint egy ürességbotjás LeBlanc-tól. Mindenesetre 5-0 továbbra is az állás, 7000 arannyal vezet majdnem a Flash Wolves. Tornyokat nagyon szépen elhozzák, és Naru igazából maximum védekezése tudja kihasználni a passzív tornyait. Igazából ebből helyzetet nagyon nem tudnak kialakítani, mert oké, hogy elhozták az alsó ösvényen viszonylag korán a két külső tornyot, illetve a felsőn is egyet, de ezekre az ösvényekre lévén, hogy a Flash Wolves folyamatos nyomást gyakorol a középső ösvényen, esélyük nincsen érdemben kimozdulni, maximum a hullámokat tolhatják ki néha. Naru pedig egy fél kombótól fél élet előre kerül. Hát nem egyszerű az élete azírnak a játék korai szakaszában egyébként sem, pláne nem egy LeBlanc-nal szemben. Még amikor rájt az ellenfél, azt mondta, hogy hát a játék korai szakaszában legalább ő is gyenge. Carson viszont nem, berúgja Stomage-et, de innen már ellépett NL, valamint Maple is, így gyilkosság nem lesz az akcióból. 5-0-ra viszont így is a Flash Wolves vezet, tornyok tekintetében pedig 5-3-ra, a sárkányok tekintetében is övék az előny, és majdnem 7000 az aranykülönbség a két csapat között. Gyors tüzelő ágyú közben elkészült Vénen, és ténylegesen ő az egyetlen karakter igazából, akiben bízhatnak a játék késői szakaszában azért mellett. A teleport érkezik közben Maokai-tól, láthatatlan az ellenfél, ásunk nagyon jól használja a képességeit, de a villanás ott van, kijön a monszun, MMD túlvállalja magát, MMD meghal. Jó volt a sebzés Vayne-től, de két gyilkosságot tud megszerezni az egyet cserébe. A Supermassive csapata és fordulnak is azonnal az visszakezdeményezés, MMD túlvállalta magát, azértnak pedig jó volt a sebzése, Ashu remekül használta idézői képességét, valamint végső képességét. Igen, és ugye pontosan erről a Vayne-ről beszéltünk. A robbanás jó, a sebzés talál, viszont nem lehet befejezni, Carsa, hanghullám elő, gyönyörű a villanás, és végül Dumbledore egy lassítással tudja befejezni ellenfelét, így módosítva 3-1-re a cserét, és még tornyot is fog tudni a Supermassive csapata. Ja, hát... Minden esetre gyönyörű szép volt Dumbledore-nak az érkezése is, illetve a pajzs Stomage-ra, ami gyakorlatilag megmentette az életét, és azért emeljük ki mindenképpen Stomage reakcióját, hiszen az ő villanása nagyon szépen kitért a hanghullám elől, Naru egy kicsit belaggolt, minden esetre ugye a láthatatlanságát a gyönyörű szépen kihasználja Achu, és mire ebbet kezdeményezni tud rá MMD, addigra már a Monsoonban van, Naru pedig elpusztul a háttérben, a tényleges sebzés azért még a Maokai-nak is fáj. Hát igen, ilyen az, hogyha egy Vayne-nek ugye van megfelelő támadási sebessége, bár ugye a gyilkosságot végül a robbanékony lövedék hozta el Stomage-től, ettől függetlenül Vayne volt az, aki kötek eltakarította MMD-t a pályáról. Maple szeretne kezdeményezni Stomage-re... Mellé ment az egyik képesség, nem lehetett befejezni, azért viszont jön. Sordát pedig biztosítana, Tardrint pedig el lehet küldeni, Maple menekülni még tud éppenséggel. Fordulni pedig nem igazán lehet, most már Tadrinnak kell menekülnie. A kritikus találat pedig a statik töltőpengével, ha fel van töltve, az bizony fáj, a sárkány viszont él. Örszemet lehetett takarítani, Maple nem lesz a közelben, hiszen neki annyi életereje van, hogy lepukizza Tadrin és azonnal meghal, hiába ő is fél életerőn tart és tankos, két tárgya már elkészült, a kettős pecsét gyűrű pedig elérhető a Supermassive csapatánál, mind a felső ösvényen, mind pedig támogató pozícióban. Úgyhogy gyilkosságokat kellene szerezni a török csapatnak. Hát minden esetre egy 25 jelzős Magile életlopós Janna azért nem kutyafüle. Az a belőle kiáradó pajzsok azok iszonyatos mértékben tudják védeni majd azt a Vayne-t. Ahhoz viszont ugye vigyáznia kell arra, hogy ne veszítse el ezeket a jelzőket. Időközben pedig megszerzi a harmadik sárkányát a Flash Wolves, erre nem igazán akart de érkezni. De 4 az ötleni szituációban ráadásul Maple otthon volt, neki haza kellett mennie. A Supermassive meg annyira gyáva kutya, hogy nem mer bemenni 5-4 szituációban. Igen, ugye az is problémát jelentetett, hogy Stomage-nek sem villanása, sem pedig sújtása nem volt elérhető ezen pillanatban, így hát maximum a robbanékony lövedékkel próbálkozhatott volna, de arra meg ugye ott van Sword Art pajzsa,
aki minden bizonnyal ezt felfogta volna, így lopásra sok esélye a Supermassive-nak gyakorlatilag nem volt, mert ahogy te is mondod, hogy a 4v5-ös szituációt talán bevállalhatták volna, viszont... Sőt, mondhatjuk 4v6-nak, hiszen még a sárkány is a Flash volt csapat átütötte. Igen, ugye a falon való átütás viszont problémás azért a Supermassive-nak. Naru, illetve Stomist át tud menni Taldrinán egyetemben, de Acsú az, akinek a sebzése igazán kellett volna, ő viszont villanás hiányában ezt nem tudja megtenni. Így marad a 6-3-as állás, és 3 sárkány az egyel szemben, 4000 aranyas különbség a két csapat között, a pajzs megint csak ott van levédeni a sebzést, és mindeközben a középső ösvényt ezúttal MMD tolta be. Baronna soron gondolkozhat akár a Flash Wolves, erre a lehetőség megvan, bár emberelőnyük nincsen, azért azzal a Tristanával azért vigyáznia kell mindenképpen a Supermassive-nak, és egy zárt térben azért nehezebb gurulni jobbra-balra azzal a V-nél, könnyebben el lehet kapni a kis törékeny lövészt. Itt de talán... több helyre lehet falhoz lökni az ellenfelet, ami pedig kábítást jelent számára. A kék erősítésért vívott csatában pedig Stormage jött ki győztesül, ő tudta megszerezni ezt az erősítést, nem tudta eltulajdonítani a Flash Wolves csapata, a mindent látó őrszem pedig kitakarításra kerül a Baronna sor odujából, a helyére talán egy másik őrszemet kellene kipakolni, teleport. De érkezik a teleport Maokai-tól, Stormage és lehet az áldozat, de inkább Ford a Baronna sor irányába, MMD ezt teljes mértékben rosszul teszi, csak csapattársak vannak ott, Ashu viszont elhasználta a végső képességét, Maple ugrik be, egy pajzs Janától mindenképpen érkezik, a hanghullám nem talál, Stormage is el tud hátrálni, úgyhogy ez a félig meddig kezdeményezett mindkét csapat, de aztán inkább mégse. Elég dura volt egyébként az a sebzés, ami Maple-ből kiáradt, mert Acsun az a 20-30%-os sebzés úgy következett be, hogy nem csak a Janna pajzsot, de még az Iron Slurryt is megkapta, és ennek ellenére is. Hát mondom, egy 20-30%-ot letéptek tőle, hogyha az nincs rajta, akkor az életerének kb. A felét az egyértelműen elvesztette volna. Minden esetre így marad a további tánc a Baronna sor környékén. Megfelelő rálátása van a Flash Wolves-nak, hiszen két mindent látó őrszemet is elhelyeztek a környéken, Stormage pedig éppen hazafele tart, mert ezt nem feltétlenül látja a Flash Wolves, viszont így akár el is kezdhetnék a Baronna sort, mert feltéve, hogyha megfelelő pozícióban lennének erre, de inkább kitolják még előtte a középső ösvényt, jobb pozíciós helyzetet szeretnének kialakítani, vagy inkább elkezdik a megatankkal, hiszen NL-ben van sebzés, MMD pedig tankos, és amíg Lee Sin a középső ösvényen látja a Supermassive, kevésbé gyanakodhatnak arra, hogy itt valami történik. Viszont most már megérkezik Lee Sin is, Stormage pedig. Stormage-nek nincs lehetősége, hiszen egyszer Gletscher szakadék, majd robbanó lövedék, és Dumbledore is veszélyben lehet, hiszen megérkezik Maple, a lánc azonban nem talál, hiába jön ki az égetés, így kevés lesz a sebzés, ráadásul pajzsozni is lehetett. Ha betal lánc, Dumbledore-t már temethették volna, így viszont csak a Baronna sorra tudja elhozni idézőjelben a taiwani csapat, és mehet előre a következő 3 percben. Így van, 1200-as már most a Baronna sor powerplay, a középső ösvényen áll ugye az egyetlen külső tornya már csak a Supermassive-nak. Egy esetleges hát tömörülés után a Flash Wolves ezt minden bizonnyal könnyedén el tudja hozni, Maple közben kitakarít egy mindent látó őrszemet. Alsó ösvényen MMD érkezik a felerősített minionokkal, igaz, hogy teleport nélkül, de így akár az alsó ösvényen össze is gyűlhet a Flash Wolves ötöse. Ó, Maple és Szomé is találkozik, és Maple egyetlen képességet használ ki, majd utána elmenek a villanását is Szomésnek el kell használnia, gyilkosát pedig nem tudott elhozni a hanghullám elől, még el tud csúszni, és ki tudják takarítani az őrszemet, az egyiket, szóval utána egyből berak egy másikat. Ásúra talál a hanghullám, viszont kevés emberrel van itt a Flash Wolves csapata. Az állás gyilkosság tekintetében 6-3, a Supermassive az angol, a Flash Wolves pedig a magyar csapat. Naru már nem tudom hányadszorra húzza fel azt a tornyot itt a középső ösvényen. És megint csak jó a pajzs, amit kihasznál, így életben marad, viszont az általa felhúzott torony már dől, majd utána az idézők szurdakának készítője által tervezett torony is dől, és mehet továbbra is előre a Flash Wolves csapata, egész eddig a pillanatig, hiszen minionok elfogytak, Taldrin pedig kezdeményezett MMD-re. Igen, egyébként Narunak a túléléséhez azért Acsú gyógyítása is hozzájárult, és a kettő együtt tudta éppen, hogy csak megmenteni az életét. Hatalmas burstöt kap minden esetre, hát azzal a mélységjogarral Acsú helyett Naru kb. Kitörölheti ezzel a Leblanc-kal szemben, aki ugye már Rabadon halásüvegével is rendelkezik, és most fogja majd az ürességbotját megvásárolni ezek után.
a hanghullám betalált, de Narura azért nem szeretné még érkezni Lee Sin így ennyi ember közé. Lévén, hogy a Flash Moz egy picit most fel van, vagy hát szét van válva. Mikor az alsó ösvényen szeretett volna csapdázni, de az őrszem lebuktatja őt, így viszont lehet menni a középső ösvény tornyára. Mi azért Tristanával ez nem annyira nehéz, főleg, hogyha van bombád. Hát ott vannak a baronnasor minionok is. A hangkullán betalált Adrint viszont kábítani nem lehet. A minionokat NL mondjuk azt, hogy gyorsan eltakarítja. És a sárkány pingeli ezzel a Flash Force csapat, ez már negyedik lesz számukra a 32. percben. Minden esélyük meg lesz arra, hogy az ötödikig is eljussanak, hiszen hiába állnak nagyon jól, hiába van 7000 aranyelőnyük közel, azért nem lehet belemenni egy-egy rizikósabb küzdelembe. Egyrészt nincs értelme, mert ők állnak jobban, másrésztről pedig, ha a Supermassive egyetlen jó csapatharcot végigvisz, az elegendő arany mennyiséget jelent számukra ahhoz, hogy visszajöjjenek a mérkőzésbe, és két ilyen karakterrel, mint Vayne és Azir, nem szeretné túl hosszúra nyújtani a találkozót. A lopás nem sikerül Narunak a sajátját elhoznia. Ez viszont egy kábítás, a másodikat azonban már nem lehet végigvinni. Itt van a közelben még MMD, ugyanúgy ő a csemetét tudja dobálni, valamint elég tankos ahhoz, hogy bemerészkedhessen. Viszont a fagyosszív ott van rajta, ami mind Azirral, mind Vayne-nel szemben egy nagyon jó tárgyválasztás, hiszen mindkét karakter a támadás sebességére épít. Igen, ez egyértelmű, viszont amit mondtál te is, ugye, hogy a Flash Wolves annyira nem akarja még erőltetni a kockázatos csapatharcokat, azért vigyázniuk kell, hogy ne húzzák ugye túlságosan sokáig ezt a mérkőzést, mert bizony a Vayne azért az ugye, ha ötödik sárkányod van, tök mindegy, hogy milyen erős az ellenfél. Olyan bónuszt jelent az erősítésben, hogy azzal már letartozni akkor is, hogyha ott egy Azir meg egy Vayne. És ugye, ha már a csapatharcoknál járunk, NL egyértelműen felkészült ezekre. A töltőpenge mellett most már a hurikán is ott van rajta, így azt a tömérdektelen sebzést, ami benne rejlik, nem csak egy, hanem egyszerre akár három célpontra is tudja osztani, köszönhetően a plusz területi sebzésnek, így eléggé problémás lesz majd az a Tristana, főleg úgy, hogy ugye a 17.-8. szintre már egyértelműen ő rendelkezik a legnagyobb hatótávval az egész játékban. Ugye köszönhetően a passzívjának, így viszonylag biztos távolságból tudja majd osztani a sebzést, ahogy azt láthatjuk most is. A robbanékony lövedék nem sokat sebzett, maradjunk annyiban. De mondhatnánk azt, hogy ez nem csinált semmit. A pajzs viszont igen megóvja a tornyat ideig, óráig. Hát ez inkább volt az ideig, óráig. És dől a torony. A középső ösvényen pedig Maple szeretné bedönteni ezt a tornyot a Rabadon halásüvegével rendelkezik, tehát nem az üresség botját vásárolta meg. Az Aaron Sarri medálja pedig kijön már Dumbledore-tól. Az Inhibitor dönteni tudja a Flash Wolves csapata. Mondanám én, de NL egyelőre a gyilkosakra menne rá. Nagyon szép volt a Monsoon, és nem lesz jó. A császári falangsz viszont igen. Tadrinra lehet fordulni, MMD két ember tart fel, aki Stomage és Ashu együtt, viszont két gyilkosat el tud hozni a Flash Wolves csapata, majd egy harmadikat, Tristana így működik, ugrál gyilkosságra, 4-0-ás a csere, ez pedig a mérkőzés végét jelenti a 34. percben, mit mondtunk? 35. perc nagyjából a választópont, a Flash Wolves rányzett az óra, mindjárt jön, akkor fejezzük be a mérkőzést, nem várják meg az 5. sárkányt, és a tájváni csapat így a törökkel szemben ismét győzelmet tud aratni, 2-0 az egymás elleni mérleg, a Flash Wolves pedig 6-4-re módosítja a statisztikáját, és így a 10 mérkőzésből 6-ot megnyerve tudja zárni a csoportkört. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a Tristana választás abszolút bejött. Igaz, Düpengét nem láttunk rajta, de ez a build is teljesen életszerű, vagy hát életképes volt. Ugye pont a vérszomjasnak köszönhetően igazából, még hogyha be is tud, még tud kezdeményezni is tudnak arra a Tristanára, az az életlopás, illetve az a plusz pajzs, ami érkezett belőle, egész egyszerűen áthatolhatatlan volt, hiszen annyi sebzéssel rendelkezett már, és a folyamatos mobilitásának köszönhetően nem lehetett egyszerűen elkapni Tristanát. És hát igen, egyértelműen azért érződik a szintkülönbség a két csapat között. A tájváni régiót ugye a külföldi kollégák is többször kiemelték már a világbajnokság során, hogy egyértelműen egy masszívan és dinamikusan fejlődő régióról van szó. Hát azt hiszem, hogy szép lassan kezd beírni ennek a gyümölcse, mert a Flash Wolves tény, hogy nem az utolsók között várták ezen a Mid-Season Invitational-en, de szerintem bőven felülmúlták a legtöbb ember várakozásait az itt nyújtott teljesítményükkel.
és még nagyon könnyedén belezavarhatnak akár a playoffnak a menetébe is egy-egy meglepetéssel, én úgy érzem. Ez viszont azt eredményezi, hogyha a CLG veszít, az SKT pedig nyer, akkor hármas volt verseny, és az igen érdekes körbeverések miatt a három csapat akár még mini bajnokságot is lejátszhat maguk közt, hiszen azért, ha mindegyik 6-4-jel rendelkezik, akkor ugye a Flash Wolves elvileg az SKT fölött kell, hogy legyen. Az SKT a CLG-vel egy helyen, de a CLG-nek meg a Flash Wolves fölött. Tehát ez paradox, mert a CLG nem lehet egyszerre a Flash Wolves fölött és az SKT alatt, mellett, amikor az SKT pedig a Flash Wolves alatt van, tehát ez lehetetlen, ezt gondolom nektek se kell túlmagyarázni, ha már úgyis megtettem. Úgyhogy ez problémás, a Royal Never Give Up megoldhatja ezt a problémát azzal, hogy a hatodik mérkőzésen elkalapálja az SKT csapatát, vagy akár Európa megállítja Észak-Amerikát, ez még mind a jövő zenéje. Az elemzői asztalon kitárgyalja, hogy mi is történt ezen a mérkőzésen, tehát pedig ne menjetek sehova, mert még kettő találkozó minimum hátra van. Amúgy meg hol van még a vége? Grace tudja. Ez élő volt? Igen. Király. Sziasztok! Remélem mindenki élvezte egy kicsit, igen, a Kacsa meséknek a remek főcím dalát énekeltük egy kicsit itt Darciggal, és itt vagyunk az elemzői asztalnál a negyedik meccset követően. Nem, most már visszanéztük magunkat is. Ahol egyébként a Flash Wolves, az LMS taiwani csapata nyerni tudott a Supermassive ellen, és hát ők most ugye 6-4-jel állnak, ez akkor lehet kérdéses, hogyha CLG esetleg most kikap a G2-tól, de nem túl sok nagy esély van rá. De mit szólsz az előző mérkőzéshez? Végre voltak, Nono szerint meglepő, vagy legalábbis nem az unalmas a választások. Ezt még egy kicsikét emésztem. Jó. Én úgy gondolom, hogy Tristana valamelyest azért mégiscsak meta választás lehet, bár nem ezekkel a tárgyakkal, amikre ugye a Flash Wolves csapata elhozta őt, attól függetlenül azért Tristanát már többször is láthattunk. Remekül használta egyébként az alsó ösvényen ezt a karaktert a Flash Wolves. Ezzel szemben viszont Vayne kockázatos választás volt, és egyáltalán nem fizetődött ki. Azért mellé elhozni, aki a középső ösvényen szintén lassan növi ki magát, pedig hát már alapjában véve is lútri. Ez az pontosabban olyan magabiztosságot feltételez a csapattól, hogy akkor mi biztosan, hogy a 35. percig nem fogunk olyan hátrányban szenvedni, és olyan hátrányból játszani, hogy utána ki tudjunk teljesedni, mert persze, hogyha elhúzódik 40 percig a meccs, akkor utána ténylegesen akár egy csapathart is eldöntheti a végkimenetelét a meccsnek, de attól függetlenül, hogy ilyen hátrányban voltak, ennyire valamilyen szinten azért a Flash Wolves tudta uralni a pályát, illetve uralni a küzdelmeket, hát nehéz volt, nehéz volt. Megpróbálták, én úgy gondolom azért a Supermassive nem egy olyan hős választással érkezett ezen az MSI tornán keretein belül, ami azért már előlevetített egy-két dolgot. Azért láttunk persze Koreában és Kínában is Fizz felső ösvényt, ahol egyébként még sikeres is volt, tehát tudtak nyerni, mert nem a Fizz felső ösvénye, mert van a probléma, de az a függetlenül például a Supermassive-nek ez nem jött össze. Mindig próbálgattak ugye a poppy support, ami megint csak egy olyan dolog, hogy az tényleg minden csillagnak együtt kell állnia, hogy például tegnap este is azért volt egy szép poppy support, ami nagyon sokat segített csapatának, de azért ez is, ahogy te is mondtad, és akkor a te szavaddal élve, lutri, tehát mennyire tudok jól pozícionálni, mennyire tudom behozni, mennyire tudom falhoz vágni folyamatosan az ellenfeleimet. És ezt mutatta még igazából nekünk most a Supermassive török csapata, és én azért úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy jó tanulság, illetve egy nagyon sok tapasztalat az, amivel most ők hazarepülhetnek majd a jövő héten. Szerintem ez jó tapasztalat, tehát azért olyan csapatok ellen játszani, akik most talán a
a világ legjobbjai közé tartoznak, itt persze azért az Európáról nem nagyon beszél. Vagy legalábbis kérdés, hogy mi lett volna, ha nem a G2 jut ki, de hát ilyen mi lett volna, ha kérdésekről nem is illik és nem is szabad beszélni, mert ez már teljesen mindegy, de attól függetlenül úgy gondolom, hogy mind a kínai, mind az amerikai, illetve a tájvani és a koreai csapat ellen megmutatni magunkat, két meccset lejátszani, az tökéletesen jót adhat egy olyan csapatnak, aki majd utána nem sokára kezdi a nyári szezont a török bajnokságban. És erősödik, én úgy gondolom. Ezzel viszont abszolút egyet értek, a nemzetközi tapasztalat ez mindig jó, ez pedig, mint mini világbajnokság, ahogy ezt már többször is mondtuk, talán a legjobb példája ennek. De igazából attól függetlenül, hogy vége volt ennek a mérkőzésnek, még mindig van a mai nap folyamára két darab elég fontos összecsapásunk, amiről már beszéltek is egy kicsikét a kommentátor társaink, amikor befejezték az előző mérkőzésnek az elemzését. Én tőle csak annyit szeretnék kérdezni, hogy látsz-e reális esélyt arra, hogy tényleg a G2 elveri a CLG-t, és ezzel belekavar ebbe a hármas összecsapásba, avagy ugyanezt meg lehet kérdezni az RNG SKT-ről is. Minimál. Az SKT-ben most látom a lehetőséget, azért három győzelmen vannak túl, viszont hogyha a Royal Never Give Up hozza azt a formáját, amit alapvetően jóformán az egész MSI alatt tudott tartani, akkor szerintem nehéz lesz az SKT-nek nyernie, viszont nyerhet, tehát ott azért én nem írnám le semmiképpen sem a koreai csapatot. Ténylegesen, hogyha meg tudják büntetni a játék korai szakaszán az SKT-t, akkor rettentő nehéz lesz felállniuk, lehetséges, de nehéz. G2, CLG, puha, a CLG nagyon-nagyon össze van rakva már, az Afromu olyan Soraka teljesítménye jött, amit egyébként utána még egy picit überelt azért Wolfnak a Sorakája, tehát igazából ma két gyönyörű szép Soraka játékot láttunk, de attól függetlenül a CLG-t nagyon nehéz lesz megverni, igaz, pont a Supermassive-nak sikerült egyszer, de ott szerintem rossz lábbal keltek fel a srácok, vagy egyszerűen valahol fejben nem állt össze arra a meccsre az amerikai csapat. És hogyha Huhi megint csak be tud indulni egy rájzzal, mint amit ma már megmutatott, akkor tényleg Perks legyen a talpán, aki ezzel el tud valamit kezdeni, mert az nagyon-nagyon erős volt. Huhi, ma, rájzzal, Amár ezt így gyönyörű szépen föl is vezetted, akkor menjünk el gyorsan egy szünetre, és utána megnézzük, hogy valóban így lesz-e. Mondom, egy szünetre!